Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen az estén, ezen a Biblia órán, itt a járvány kellős közepén. Reméljük, hogy most már előbb vagy utóbb, de látjuk ennek is majd a végét. Viszont lehetőségünk van ma is, hogy együtt tanulmányozzuk Isten igéjét, hogy megértsük, meghalljuk az Isten hangját, és a Szentlélek pedig tudjon hozzánk is szólni most ebben az időben. Ezt is kérjük most tőle, hívjuk segítségül az ő nevét, az ő áldását és az ő ígéreteit. Menj el, édesatyánk, szeretnénk megköszönni neked azt, hogy az életünk a kezedbe lehet. És amikor azért adunk hálát, hogy megtartod az életünket, akkor nem csak a testünkre gondolunk, hanem az örök életünkre. És köszönöm, hogy te is a teljes szereteteddel veszel körül bennünket. Szeretnénk igazi békességet, megnyugvást és reménységet kapni benned is tőled. Köszönjük azt, hogy most is az ígéreted szerint itt vagy közöttünk, és megerősíted a te igédet. Légy mindegyikünkkel, Uram, akik vágyjuk azt, hogy te szólj hozzánk, és a te kegyelmed áradjon ki mindegyikünkre, azokra is, akik nehézségbe, próbába vannak, vagy éppen gyászban járnak. Uram, a te kegyelmed és szereteted őrizze meg őket. Amen. Hát nagy szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit, és az Úr áldjon meg bennünket. Reméljük, hogy már csak pár hetet, esetleg egy-két hónap az, ami előttünk áll a legnehezebb időszakban. Mindenki azzal biztat bennünket, hogy a legnehezebb időkben élünk, és majd ennél már csak jobb lehet, hiszen elkövetkezik majd az a lehetőség, hogy sokan oltást kapnak, és meg akik át is estek ezen a betegségen, kevésbé lesz ez veszélyes számunkra. Hát várjuk ennek a végét, de még mindig nem itt tartunk. Ezért legtöbben most is így felvételről, interneten keresztül tudtok így a Biblia órákba is bekapcsolódni. Az alkalmainkat szeretnénk ugyanúgy, ha nem is ugyanolyan formában, de ugyanúgy megtartani. Legközelebb majd vasárnap találkozhatunk. 10 órakor lesz az Isten tiszteletünk, szeretnénk tovább menni a feltámadásra hangolódva, a húsvét ünnepére készülni, hiszen nem egész egy hét múlva már virágvasárnapot ünnepelhetjük, utána pedig majd elkezdődik a nagy hétnek az időszaka. Szeretném azt hirdetni, többen érdeklődtek, vagy kérdeztétek is, hogy mit tudunk Laci bácsinak a búcsúztatásáról, temetéséről. Sajnos a család sem tudja még, tehát nem jött el az idő, amikor kihirdethetjük, elmondhatjuk, hogy mikor búcsúzhatunk el tőle, ahomint ezt megtudjuk, majd ezt értesítjük a gyülekezetet is. Zsuzsért mindenképp, illetve az egész családért is imádkozzunk, ahogy már említettem, ő is covidos volt, illetve hát ennekből a betegségből jön ki, neki nem kellett sem kórházba mennie, de azért ez a betegség is ráterhelődött, ennél jobban a párjának a hiánya. A család ott van mellette, tudnak ott lenni vele, de imádkozzunk érte, és minden szempontból, amiben csak lehet, segítjük, és segítjük majd az életüket is. Ugyanígy többen a gyülekezetből, akik covidosak voltak, de nem súlyos tünetekkel kezdenek gyógyulgatni. És még hirdetem azt is, hogy elvileg majd vasárnap délután egy női imasétát is tervezünk erről majd, hogy alkalmas lesz az idő, illetve a lehetőség, arról majd vasárnap délelőtt fogunk hírt adni. Addig is szeretnénk folytatni azt az igét, azt az igetanulmányozást, amit elkezdtünk vasárnap, János Evangéliumnak a 12. részéből, az élet megújulásáról, amikor Jézussal együtt egy utazást tartunk egészen a feltámadásig, és ennek az alapigékből most újból János Evangélium a 12. rész, 20. versétől a 33. versig olvasom. Így szól ez az ige szakasz. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Betsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András is Fülöp elment és szólt Jánosnak. Jézus így válaszolt nekik, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett
buzaszem nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, menj meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből, már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt, mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus megszólalt, nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélete világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Uram, a te igéd szent és igaz, és arra is kérünk, hogy most testben élve, de a lélekre vágyódva és hitből szeretnénk útmutatást, biztatást, erősítést kapni tőled. Uram, szólj hozzánk a te lelked által. Amen. Ezt a történetet, ami fölolvastunk, megelőzte Lázár feltámasztása, Lázár feltámadása. Ami után János evangélium meg is jegyzi, hogy nagyon-nagyon sokan kezdtek el Jézusban bízni, és reménykedve várni benne az új királyt. Ez annyira igaz, hogy majd nem sokára ünnepelhetjük a virágvasárnap eseményeit, amiben ez valóságá is vált. Hát nem véletlenül mentek ki elé pálmaágakkal, köszöntve őt. Pedig sokszor járt Jeruzsálembe, miért pont most? Hát azért, mert nagyon sokan hallották, vagy éppen szó szerint átélték azt, hogy egy 4 napos halottat életre keltett. És ott nem volt lehetőség változtatásra, hiszen átélték a temetést, átélték a feltámasztást, és ott volt az élő bizonyítéka mindennek. Nagyon-nagyon erős. Ennél erősebb, nagyon nehezen lehetett volna. Na, ez a hír annyira elterjedt, hogy ténylegesen tömegek vonultak ki Jézus elé, és mivel ő is készült erre, ez majd virágvasárnap lesz, profécia beteljesedéseként királyként vonult be, de az is igaz, hogy az, hogy királyát tegyék, nem fogadt el, vagy nem abban az irányba indult el, hanem abban, hogy Isten hogyan teljesíti be majd az ő akaratát. Viszont a népvezetői annyira megijedtek ettől a népszerűségtől, ettől a hírtől, hogy azt írja az ige a 10. versben, ennek a János 12.10-ben, a főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Illetve a 19. vers ennél történet előtt azt olvasjuk, hogy a farizeusok pedig így szóltak egymáshoz, látjátok, hogy semmit sem tudtak elérni, íme a világ őt követi. Gondoljuk végig, hogy a nép legfelsőbb vezetői, az akkori elit politikusok így gondolták. Egyébként nagyon érdekes, hogy mennyire fontos volt nekik akkor is a népszerűség, hogy az emberek, a nép mit mond, mit követ, kit követ, akkor még nem a mai technikai berendezésekkel, ez egyébként semmit nem változik az évtizedek, évezredek alatt, ugyanúgy jönnek ezek a reakciók, de azt figyeljük meg, hogy azt gondolták, az a véleményük, hogy nem tudunk semmit sem tenni ellene. És mégis kitalálnak, megpróbálnak valamit lépni, és úgymond az a tömeg, akiről azt mondják, hogy semmit sem tudunk ellen tenni, mindenki őt követi, nem telik el, hiszen ez már virágvasárnap utáni történet, néhány nap, és el tudják érni, hogy Jézus megfeszítését követeljék. Miközben közben nem történt semmilyen botrány, mármint Jézus részéről, habár ha azt nem vesszük, hogy a templomból kiűzte az ottani árusokat, de az nem csökkentette a népszerűségét.
egyébként. Tehát, hogy mégis el lehetett emberileg érni, vagy hát lehet azt mondani, nem csak emberileg azt, hogy a sokaságnak, embereknek, a tömegnek a véleménye merőben megváltozzon. Ilyen hullámvasút szerűen, amit azóta is és mindig is átélünk. Nagyon érdekes megnézni ezt Jézus életében, és ez a mi mai életünkre is fontos, hogy hogyan is van ez a viszonyulás, az emberi elismerés és siker, illetve a keresztény emberként Isten útjának, Isten tervének a megvalósulásával kapcsolatban. Az látszik, hogy a kettő nincs szinkronban. Tehát nem mutatja annak a beteljesedését az embereknek az elismerése, hogy Isten szerint teszünk-e dolgokat. Habár néha ezt gondoljuk, hiszen hihetetlen fontos számunkra az, hogy mások elismerjenek bennünket. Hogy másoknak jó véleménye legyen rólunk, ezért rossz esetben készek vagyunk hazudni, csalni, képmutatók lenni, mert fontosabb az, hogy mit szólnak rólunk, mint az, hogy valóban azt legyünk, akik vagyunk. Tehát sok mindent érdemesek vagyunk erről feladni, de jobb esetben azt mondjuk, hogy nem ez motivál bennünket, hanem igenis szeretnénk az Isten szerint lépni, de fontos az is, hogy az emberek mit mondanak rólunk. Ebben a helyzetben is ellentétben kerülhet ez. Jézus esetében ez nagyon jól látszik, de igaz lehet az életünkre is. Tehát az emberi elismerés és siker van olyan, és nem is egy helyzetben, amikor hátráltatja a saját életemben, vagy éppen most Jézus Krisztus életében Isten tervének a megvalósulását. És erre Jézus nagyon jól figyelt, és nézzük meg azt csak egy-két igét, amiben erről kapcsolatban tanít bennünket az Úr, illetve figyelmeztet. A Lukács 6.26 legyen az első. Figyeljetek, milyen határozott Jézus a tanítványok felé. Jaj, amikor jót mondan rólatok minden ember, mert ugyanezt tették atyáik a hamis profétákkal. Hamis profétáknak pont az volt az egyik jellemzőjük, hogy a mondani valójukat nem az Istenhez igazították elsősorban, néha igen, ha kellett, hanem az embereknek az elismeréséhez. Mi tetszik a tömegnek? Akkor olyat mondunk, ami népszerű, ami trendi, ami olyan, ami sokak számára elfogadható, amiből hasznunk származik. Ez lehet anyagi is, de lehet, hogy csak egyszerűen elismerés is. És azt mondja, hogy jaj, ha ez lesz a mérvadó számotokra, ez egy csapda helyzet, amikor egy ilyen területre tévedek, hogy igenis szeretném ezeket megtartani, szeretném az embereknek az elismerését, sikerét, vagy azt, hogy rólam tényleg csak jót mondjanak, vagy a legjobbat mondjanak, mert mindannyian tudjuk, hogy nem vagyunk sem jók, sem tökéletesek magunkban. És igenis vannak hibáink, bűneink, igenis vannak olyan dolgok, amikre az életünkbe változtatni kell. Ehhez, hogy úgymond jót mondjanak csak rólunk, az kell, hogy ezeket szépen eltakargassuk, illetve nem egyértelműen látható legyen. És itt nem arról van szó, hogy megváltozunk valamiben, mert felismerjük a rosszat, hanem az, hogy nem akarunk megváltozni, hanem inkább valami úgymond jóval megpróbáljuk eltakarni. És a legnehezebb az, amikor ezt a népszerűséget meg akarom tartani, és emiatt belecsúszok, és felhasználok olyan eszközöket is, amit tudom, hogy nem helyes, illetve az, amikor ez elvakít, és tényleg többnek hiszem magam, jobbnak hiszem magam, népszerűbbnek hiszem magam, és akkor itt jön az az ige, hogy vigyázzon, aki áll, hogy el ne essék. Tehát egyszerűen legyünk szemünk arra, hogy nem ettől függ a helyzetünk, és a legnehezebb az, amikor a hitem helyett, az Istenbe vetett bizalmam helyett elkezd az emberek elismerése éltetni. Illetve abból érzem azt, hogy értékes vagyok. Abból érzem azt, hogy vagyok valaki. A nehézség az, hogy az emberek véleménye tényleg mulandul, illetve nagyon könnyen lehet csalódni másokban. Magunkban is tudunk egyébként csalódni, csak az a különbség, magunknak viszonylag hamarabb megbocsátunk, másoknak nehezebb ez. De nem ezben segít az Isten igéje, hanem inkább abban, hogy hol keressük ezt az elismerést.
Márk evangélium 8. rész 32.-33. versét nézzük meg. Márk 8. Egy ismerős történet, nemrégen foglalkoztunk is vele, de most erről az oldalról nézzük meg emberek véleménye. Ugye ott van Péter tanítvány, teljesen jóhiszeműen Jézus mellett. Jézus elmondja azt, hogy meg fogják őt ölni, és föl fog majd támadni, de most amire Péter meghallott azt, hogy meg fog halni. Miközben éppen arra készülnek, hogy a sikerük csúcsára érkezzenek. Hiszen Jézus életében ez a szakaszt, a virágvasárnap, illetve a nagypéntek, egyszerre az emberi elismerésnek a csúcs rész időszaka, amikor legtöbben hallottak róla, ismerték őt, lásd mostani történetünk, hogy még a görögök is, a nem zsidók is, akik érdeklődtek Isten iránt, imádkozni jöttek egyébként Jeruzsálembe, azok is felfigyelnek Jézusra, tehát már a világ másik része is odafigyel rájuk, tehát az emberi elismerés tekintetében a csúcson van Jézus, és közben, párhuzamosan, ő már készül arra, hogy az Isten az Atya szerint beteljesítse a küldetését, ami pont ellenkező hatás lesz, az emberek szemében majd a legnagyobb megaláztatás lesz. Ebben a pillanatban nem érthető a tanítványoknak, ezt hihetetlenül nehéz volt feldolgozni. Ezért omlottak össze. Ők látták ezt az emberi dicsőséget, készültek is, mert emlékezünk, nem olyan régen vettük, hogy hát arra készültek, hogy ki ül jobb, meg bal kéz felől. Ki lesz az első? Ki lesz az asztalnál, amikor Jézus uralkodik, az legelőkelőbb helyeken? Érezték azt, hogy közel van ennek az ideje, csak azt nem értették meg, hogy ez nem úgy fog beteljesedni, ahogyan azt ők elképzelték, hanem az Isten, Jézus Krisztus Atya szerinti úton, és ebbe beletartozott Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása is. Na szóval Péter ekkor csak ennyit hall meg bele, hogy Jézussal mi fog történni, és elkezdi őt megfeddeni, kioktatni, mondjuk ezt így. És akkor azt mondja neki Jézus a következő versben, Márk, ő azonban megfordulva a tanítványon tekintett, megfedte Péter, és ezt mondta, távozz tőlem sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Figyeljük csak, azt mondja, az emberi vélemény Péternek teljesen úgymond jó szándékból, még ha ezt ilyen dorgálás szinten mondta el, jön a véleménye, teljesen emberi vélemény, de emberek véleménye. Azt látszik, hogy nem a legjobb szándékból származó emberi vélemény is lehet teljesen ellentétben az Isten akaratával. Ha nem egyeztetem az Isten akaratával, teljesen. És ez honnan származott? Az egyik kedves tanítványától. Tehát nem valami rossz embertől, nem valami ellenségtől. Tehát a sátán igenis ezt föl tudja használni az emberi véleményeket. Másik evangélium úgy van, hogy botránkoztatsz engem, megpróbálsz elejteni. Erre nagyon-nagyon figyelni kell. És nézzük meg egy másik igenigét, János 2.24-25. Megint csak csoda után, Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, már megint a csodája után, és nem volt szüksége arra, hogy bárki is tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Vagyis tökéletesen tudta azt, hogy nem a lájkok számítanak, mármint nem az, hogy ki mennyire népszerű most éppen, hanem egyedül az Isten akarata. És az a népszerűségben nincs benne. Tehát nem követi az Isten akarata a népszerűséget. Tehát attól, hogy valamit elfogadnak, valami népszerű, 5000 embert megvendégelt Jézus néhány kenyérből és halból. Hát persze, mi volt a következmény? Királlyá akarták választani. Hát olyan királyra van szükség, aki ezt meg tudja tenni, hogy a szinte semmiből teremt nekik ennivalót. Nem kell dolgozni, nem kell semmit megtenni, hanem ez valóság lett. Elment onnan Jézus, elutasította ezt egyértelműen, elküldött mindenkit, még a tanítványait is maga előtt, és elment imádkozni, hogy az Isten akaratát kereshesse. Erre az a tanulság számunkra is, mint ahogyan Jézus életében, hogy azt nem tudjuk kikerülni, hogy emberek vesznek körül, hogy véleményük legyen, hogy akár népszerűek legyünk, akár sem,
ezek fognak bennünket mindig bántani is, meg jól is esnek ezek, csak nagyon fontos az, hogy ez ne kerüljön első helyre az életünkben. Ne ettől mérjük le azt, hogy jó emberek vagyunk, vagy rossz emberek vagyunk feltétlenül. Persze természetes az, hogy ha jót teszünk, akkor annak lesz mindig elismerése. De nem egyértelmű, és nem mindig. Hát magánál, az Úr Jézusnál. Nézzük meg a mi Úrunknál. Csak jót tett, mégsem egyértelmű volt, még közben sem az elismerés. Persze, akik az Istent követték, akik az Istenre figyeltek, azoknál igen. De látjuk Péter esetében, hogy volt, hogy a tanítvány sem értette. Ő is másképp reagált arra. Nincs fontosabb, mint hogy értsük és kövessük az Istennek az akaratát az életünkre nézve, mert az számít igazán. Gondoljuk el, hogy az örök életem szempontjából az Isten ítélőszer csak egy számít, hogy az Isten akaratát tettem, vagy nem. Sehol nem fog megjelenni, hogy mit szóltak hozzá az emberek. Az egy következmény, az egy mellékszál, ami vagy ilyen lesz, vagy olyan, ráadásul ott van még a sátán mögötte, ami befolyásolja egyértelműen, semmilyen szempontból nem le. Most befolyásol bennünket, nagyon is. Most az a hitharcunk, minden esetben Jézusnak is ez volt, hogy odafigyeljek-e ezekre a hangokra. Fontos legyen-e annyira, hogy ezek motiváljanak, hogy azért tegyek valamit, hogy több ember kövessen, vagy több ember mondja majd azt, hogy igen, nagyszerű, amit teszek, vagy nagyon szép dolgokat tettem ki. Most az előbb lájkokat mondtam, manapság ugye a közösségi média idején ez a legerősebb dolog, hogy hányan lájkolják, vagy hányan, nem számít ilyen szempontból az értéked. Egy számít, hogy az Isten akaratát teszed, vagy sem. Ha az Isten akaratát teszed, csodálatos, ha 1 millióan lájkolják, de nem számít, hogy annyian, vagy csak 10. A legfontosabb az, hogy az vagy-e, és azt teszed-e, amire az Isten így elhívott, és a mennyei atya megbízott. Soha ne keserítsen el bennünket. Azt, hogyha az emberek nem eléggé értékelik azt, amit teszünk. Mert ha így gondolom, akkor azt jelenti, hogy az a lényeg, hogy én mit teszek. Sokkal inkább arra kell fókuszálnom, hogy az Isten megelégedette velem. Tényleg azt teszem-e? Az egy atya majd azt tudja-e mondani, hogy jól van, jó és hű szolgál. Na, az értékes. Ezt viszont nem emberektől tudom visszakapni egyértelműen, vagy visszajelzésre, hanem az Istentől. Ezért annyira fontos nekünk keresztényeknek, hogy legyen saját kapcsolatunk az Úrral. És nem másoknak kelljen ezt megmondani, hogy mit tegyünk, hogyan éljünk, hanem igenis Istentől vezetettek legyünk. Igenis a Szentlélek valóságosan vezesse az életünket. Illetve a másik oldal, hogy ne búdítson meg soha bennünket, hogyha nagyra tartanak, hogyha valami jót mondanak rólunk. Az nem rossz, hogy ez így van, csak akkor is mindig tudjam azt, hogy bármit elértem, egyrészt az Istennek adhatok hálát, másrészt pedig azt, hogy ezt pont a megfelelő polcra kell tenni. Az Isten dicsősége után mindenképp. És az Isten dicsőítése után. Mert ezek tényleg változni fognak. Egyszer ilyet mondanak, másról, meg mit hallasz meg mit nem hallasz meg. Nem eztől függ semmiképpen sem azt, hogy az életem mennyire értékes, vagy mennyire nem. Azt az Isten fogja azt eldönteni. Az ő ítélete, az ő tüze, az ő akarata, az ő terve. Persze nem mindegy, hogy hogyan élek az emberek között, csak nem fordítva kell gondolni, hogy az emberek véleménye alapján kell igazítanom a hitemet, mert az egy nagyon rossz út, hanem a hitem alapján kell élnem. És mások úgymond igazodjanak ehhez, mint ahogyan Jézus pontosan ezt tette. Teljesen Isten szeretetében élt, azok, akik hittel jöttek hozzá, vagy egyáltalán bármilyen, még avval is, hogy vádolják, odafigyelt rájuk, és az atya szerinti megfelelő választatta. Isten akaratát kereste. Nekünk sem lehet más. Ez kell a legnagyobb békességünk legyen, az azonosságunk, hogy Isten kezében vagyunk, az Atya kezében vagyunk.
És igen, biztos, hogy Isten küld egyébként emberi segítséget, főleg testvérek részével, akik őszinték, és pont azért adott egymás mellé bennünket emberekként, főleg házastársakként, hogy legyünk egymás segítői, de néha pont a házastársak, akik abban is segítik a másikot, hogy a földre húzzák. Lehetsz sikeres valamilyen területen, de ha pont a jellemedben olyan dolog van, lehet, hogy pont a feleségem tud ebben segíteni, és ő tud kiózanítani, hogy nehogy azt higgyem, hogy valahol máshol járok már, miközben otthon a családommal nem a megfelelő módon tudok szeretni és odafigyelni. Igen, ezekre is szükség van az emberi életben. Ezért nem olyan tragédia, amikor szembesülünk rossz dolgokkal, még akkor is, hogyha igazságtalan bizonyos területen ezek, csak az, hogy tudjam azt, hogy az Isten kezében lehetek. Tehát nem az él, aki dicsőséget ér el, hanem mindenképp az élő Isten. Dávid életében érdemes egyébként így végig nézni, hogy mennyire értette ezt, akár a szidalmaknál, másoknál is, meg hát a bűnbeesése után is, hogy egy a lényeg, hogy az Isten előtt rendben legyek. Nem számít akkor már, hogy leégek, és megszégyenülök az egész udvar előtt, a királyi udvar előtt, az egész népem előtt már kiderül a turpiság. Hát gondoljatok el, hogy egy politikus mennyire figyel arra, hogy megpróbálják eltusolni a dolgaikat, és amikor kiderül, akkor megpróbál minél népszerűbben kijönni belőle. Dávid meg se próbált ebből. Egyszerűen tudta, hogy egyetlen egy fontos dolog, hogy az Isten előtt helyreálljon. Így van. Szóval ez annyira emberi, hogy mindegyikünknek fontos. Persze valaki nem ugyanazon a szinten, de egyébként meg igen. Mármint azt, hogy emberek véleménye, vagy az Istennek a vezetés. Ez néha lehet egyezhet Jézus életében. Tehát az a helyzet, hogy ezek olyan utak, ami néha párhuzamos egymással, néha együtt halad, de a lényeg az, hogy az Isten útján járjak. És ne az emberi véleményeknek az útján. Szóval igen, Jézus átélte mindezt, és főleg most még a tanítványaival szemben is kellett ezt képviselnie, ők, akik még nem értették ezt, ők most az emberi utat látták, ebből az emberi sikert látták, ő pedig már az Atya akaratát, és közben pedig emberileg szükségünk van rá, hogy ott legyenek mellettünk. Jézusnak szüksége volt arra, hogy azok a tanítványok, akik nem értették teljesen őt, mégis mellette legyenek és imádkozzanak. Amikor az utolsó vacsorán ott van velük, azt mondja, hogy annyira vágytam arra, hogy veletek együtt elkövess. Igenis szükségünk van embereknek a közösségére, a velük való kapcsolat, még akkor is, hogyha nem mindent értenek az életünkben. Ezek nem azt jelenti, hogy ne az emberek véleménye számítson, hogy nem számít az, hogy az emberekkel együtt közösségben legyek, és mellettük álljak, és ők is mellettünk álljanak. Ez nem teljesen ugyanaz. Illetve amikor elmegy imádkozni Jézus, a Getsemáné kertbe készülve a halálára, akkor magához veszi a tanítványait, sőt, a legközelebbi tanítványait is. Igaz, hogy sokat nem tudtak segíteni, mert bealudtak már nagyon hamar a kísértés és a nehézség a próba okán, de akkor is fontos volt Jézusnak. Tehát ezek rettentően fontos attól, hogy nem az emberek véleményére hagyatkozunk, attól még fontosak lesznek számunkra az emberek. Tehát az nem azt jelenti, hogy félretettem őket, hogy hátrasoroltam az életemben őket. Az, hogy szeressük az Istent, és ez az első dolog, a szeressük az Atyát, utána következik az, hogy szeressem a fele barátomat, mint önmagamat. Ezek nem kiírthatók az ember szívéből. Ezért nem elvonulunk a világ végére, vagy kivonulunk az emberek közül, hanem itt éljük meg a hitünket. Megszólítják Fülöpöt, az, hogy miért pont Fülöpöt a 12 közül. Lehet azt mondani, hogy biztos azért, mert őneki volt a leggörögebb neve a többiek közül, lehet. Egyébként többieknek, mindegyiknek volt szinte héber neve is, vagy jobban szerint, vagy ő tudott legjobban görögül, fogalmuk sincs, mert nincs leírva ebben a történetben. Inkább az a kérdés, hogy ha megszólítanak, akkor megszólítható vagyok-e? Illetve Fülöpnél látszik, hogy igen, meg lehetett őt szólítani egyrészt, értette, hogy mit mondanak, értette, hogy mit kérdeznek tőle,
És volt valamilyen terve is rá. Lehet, hogy én azt mondtam volna, hogy egyből oda kísérem Jézushoz, ő inkább, akkor azt látjuk, hogy elmegy Andráshoz, és Andrással együtt Jézushoz, mindegy, eljutottak oda, és pontosan tudta őt használni az atya ebbe a küldetésben. Most az én értembe kérdés, hogy hogyan tudok tényleg megszólíthatóvá válni. Vagyis, hogy oda merjenek jönni hozzám, megértsem, hogy mit akarnak valójában, és tudjak is segíteni azokban a helyzetekben, azokban a problémákban, amikor az Isten keresik a környezetemben. Mert lesznek, és különböző módon fogják föltenni a kérdéseiket, vagy különböző módon próbálják majd ezt megérteni. Csak néhány alapelvet nézzünk majd meg, amit az Isten igéje beszél, hogy hogyan lehetünk megszólíthatóvá, illetve olyanok, akiknek segítség lehet a környezetükre. Az egyik a Korintusi második levél, 2:15-16. verse, mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségre az üdvözülők és az elhárkárhozott között. Tehát akárhol vagyunk, ez az a lényeg. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata az életre, de ki alkalmas erre. És utána pont az evangélium hirdetéséről beszél Pál. Tehát azt mondja az ige, hogy ha Krisztus él bennem, akkor rendelkezhetek egy valamiféle jó illattal, amit mindenki érez. Más-mást érez belőle azok, akik már üdvözülnek, és mást éreznek azok, akik nem az Úré. De érzik, és ez nagyon fontos, hogy ez az illatnak, a Krisztus illatának érezhetővé kell lenni. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan érezhető. Többször hallott, én magam is átéltem, ilyet nem egyszer, hogy szavak nélkül valahol megjelensz, és néhány dolog után meg fogják kérdezni, hogy te tényleg hívő vagy. Úgyhogy nem szólaltam még meg. Vagy épp a feleségem most többször mesélte, ugye kórházban jár gyakorlatra, nővér gyakorlat, hogyha nem is beszélt a hitéről még egy kortelembe, de egy idő után megkérdezték tőle, azt, hogy ő hívővel vagy kereszténye. Nem egyszer. Tehát, hogy van egy ilyen lehetőségünk, és átélhettük, talán vannak ilyenek, aki külföldön jár az ember, és annyira hamar lejön az, hogy egy egészen más kultúrában is valahol megérzed ezt az illatot. És ez, még egyszer, ez Krisztus illata. Tehát nem az én kisugárzásom, nem az én szép emberségemnek az illata, valami olyan, ami tényleg több már, mint én, annak a Krisztusnak a jelenlétének a kisugárzása, akit befogadtam. Na, igazából, ha Krisztus hagyom élni az életemben, munkálkodni, akkor lesz ez a jó illat. Tehát, ha hogy tudjak felkészülni arra, hogy megszólítható legyek, hogy hagyom, hogy Krisztus egyre inkább nagyjá legyen bennem, hogy fontos legyen az életemben. És úgymond ez automatikus, ez nem az én illatom, nem az én részem ebből, ez ebből fog fakadni. Ez nagyon-nagyon fontos. Nem lehet majd akkor, ezt nem lehet kimagyarázni, nem lehet belemagyarázni majd. Vagy van illat, vagy nincs. Ha nincs, akkor nem lesz az a vonzó erő, még akkor is, hogyha valakinek ez vagy zavaró, vagy más, mert valahol így indult el, hogy zavart valamelyik munkatársban valakit, hogy miért ilyen, de addig piszkálgatta ez az illat, amíg megkérdezte tőle, és elindulhatott az Isten felé valaki, pont azért, mert ezt az illatot, Krisztus illatát lehet érezni. Tehát ez rendkívül fontos az életünkben, az életemben, hogy egy ilyen élő kapcsolatom legyen az Úrral, hogy ennek az illata érezhető váljon. A másik, a Péter első levele, harmadik rész, 15.-16. vers, ami egy felszólítás, és ugyanebből fakad ennek a folytatása, ami már jobban a mi dolgunk. Azt mondja, Krisztus tartsátok szentnek a szívetekben, tehát ő, aki ott él, legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet, és akkor még a 16. vers, ezt pedig szeliden és tiszteletúdóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenülnek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás életeteket. Tehát igenis lesz olyan, hogy valakinek nem tetszik, megjegyzéseket tesznek rá, hogy te hogyan élsz, vagy hogyan viselkedsz Krisztusban, de azt mondja, hogy ha reménységben élsz,
Isten reménységében. Tehát nem a panaszkodás, nem a reménytelenség, és nem a kudarcok kerülnek így elő az életedbe. A kudarcon most azt értem, hogy nem az Istennek az ereje és az áldás, hanem az emberi problémáim kerülnek előtérben, akkor kevésbé tudok arról a reménységről beszélni, ami egyébként él bennem. Ha naponta Isten bátorít engem, és hagyom, hogy bátorítson, és ezt a reménységet tudom és akarom megosztani, akkor evel tudok felkészülni arra, hogy bármikor, és itt az van, mi lépjünk vissza a 15. versben, az van, hogy mindenkor mindenkinek, aki számunk éri tőletek a bennetek élő reménységet. Tehát, hogy ez állandó készenlét. Majd nézzük azt is, hogy, illetve hát mondja Isten igéje, hogy ez a Szentlélek segítségével tud megvalósulni, tehát nem emberi dolog mindig, de azt világosan a szívembe kell lenni, hogy bármikor tudjak beszélni arról, hogy Isten mit jelent nekem, a hitem mit jelent, és erre felkészült is legyek. A János 1.1-ben, János első rész, első verse azzal kezdődik, hogy az apostol azt mondja, hogy mi aztról teszünk bizonyságot, amit megtapasztaltunk, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapasztaltunk, azt hirdetjük az életigéről. Nem azt mondja, hogy amit megtanultunk. Most még csak nem is azt mondja, hogy amit a Szentlélek most eszünkbe juttat. Azt mondja, amit mi átéltünk. Nem minden a tapasztalat, mert ugye nagyon sok mindent hittel tudunk most elfogadni, nem tapasztaltuk meg a halál utáni életet, egyszerűen hittel elfogadtam, és utána a Szentlélek tesz erről bizonyságot, és sok minden. De azt mondja, hogy az emberekkel kapcsolatban a saját tapasztalataim, a saját hitharcaimnak a megosztásánál azt mondom, hogy kevés fontosabb van. Tehát abban nem lehet belekötni senki másnak. Abba, hogy mi a hitem, abba könnyen belekötni, hogy én azt hiszem, hogy. De az, hogy mit éltem át, mit tett velem az Isten, ez voltam és ez élettem, abban nem tud belekötni. Legfeljebb csak azt mondja, hogy hát én nem hiszem, hogy az Isten tette ezt. De te tudod. De az, hogy mi történt veled, mit éltél át, Jánosék is, vagy éppen Péter is visszautal arra, amit átéltek Jézus Krisztussal együtt, ez a legerősebb bizonyság. Ezért olyan fontos, hogy sok mindent átéljünk Istennel. Sok hitlépést tegyél. Ha nem mersz soha kilépni a csónakból, akkor arról sem tudsz bizonyságot tenni, hogy milyen a vízen járni. Pedig lehet, hogy Jézus hívott. Illetve ha nem süllyedsz el, és nem ment meg Jézus a süllyedésed közepette, akkor nem tudsz arról bizonyságot tenni, hogy milyen hatalmas az Isten, hogy éppen süllyedek és kiemelek. Tehát amíg a csónakban maradok, a biztonságos csónakomban, sok mindent nem tudok megtapasztalni az Istenből. Ezért olyan fontosak ezek a hitlépések, hogy utána bátran berjek erről beszélni bárkinek. Mert én voltam ott. Hát mondhatja azt, hogy nem hiszi, de én átéltem. És ebben nem is nagyon lehet vitatkozni, amit te átél. Nem valakit láttam, valakit hallottam. Az is jó dolog. Az is erős, csak a legerősebb az, hogy magunk éljük át. Amikor Jézus találkozik a samáriai asszonnyal, ő átéli azt, hogy Jézus egy proféta, sőt a messiás. Elmegy bizonyságot tenni, és aztán a városbeliek szintén találkoznak Jézusnak, és végén elmondják, hogy most már nem azért hiszünk, mert te azt mondtad, ha bár arra indultak el, hanem azért, mert mi is megtapasztaltuk. Igenis rendkívül fontos az, hogy meglegyenek ezek a hitbeli lépéseink, hogy erről bizonyságot tegyünk. Mi nagyon sokszor tanítani akarjuk az embereket, mielőtt még úgymond tanítványok lettek. Okosítani akarjuk Istenről, mielőtt még hinnének Istenben. De nem erre van szükség, hanem legfőképpen az, hogy szembesüljenek avval, hogy működik az Isten. Hogy jelen van, és ez most elsősorban a te meg az én életemen keresztül lehet valósága, hogy tényleg meg tudja változtatni az életemet. Tényleg ilyen voltam, mását tud tenni, vagy a mindennapi életemben, a pénzügyeimben, a családnevelésemben, a gyermeknevelésemben, a házasságomban tud valóságosan segíteni. Nekem, mert nekem segített. Ezek azok, amik az első lépések, a legfontosabbak az Isten útjának a keresésében, a görögöknek úgymond, akik
nem Isten népéhez tartoznak még, de keresik az Urat. Hogy találkozzanak majd Jézus Krisztussal, hogy oda vezesse őket ahhoz, aki majd megváltoztatja az életüket. Mert mi nem fogom tudni, én viszont bizonyságot kell tudjak tenni arról, hogy Isten hogyan változtatta meg az egémet. És még egy ige, a Jeremiás 29:7, ez is ismerő szerintem. Fáradozottok annak a városnak a jólétén, ahova fogságba vittettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is. Nagyon érdekes az, hogy az életünk tényleg olyan, mintha egy ilyen fogságban lennénk, mármint az időnek is a fogságában, meg sok más körülménynek a fogságában, de azt mondja, hogy ez az Istentől van. És igen, itt meg kell élnünk teljesen az életet, fáradozni azon, hogy mind a családunk, mind a városunk jóléte meglegyen, és azt figyeljetek, imádkozzatok érte az Úrhoz. Ez a másik olyan bizonság, hogy hogy lehetek megszólítható és kérdezhetővé, amikor tudok azokért imádkozni, akik lehet, hogy az ellenségeim. Lehet, hogy olyanok, akik közömbösek számomra. Egy fogságban élő nép körül az ellenségeik voltak. Olyanok, akik nem feltétlenül jó szemmel nézték őket. Tele vagyunk mi is ilyennel. A környezetünkben, a házunkban. Valaki kedvesek hozzánk, valaki kevésbé, de azt mondja, imádkozzatok értük. Mert azt mondja, annak a jóléte, annak a jel, ettől is függ, és azt a te imádságos szívedet is megérezhetik. Mármint akár a munkahelyeden, a szomszédaiddal. Nagyon sokszor szinte szégyeljük ezt, hogy mi tudunk imádkozni. Idézelbe tudunk, a tudás azt jelenti, hogy Isten megadta a lehetőséget, hogy hozzávigyünk ügyeket. Az imádságnak a lehetőséget nem, hogy nem szabad szégyelnünk, hanem inkább lehetőséget adni arra, hogy igen, imádkozni másokért, mert nagyon sokan, ez az első pont, amikor szembesülnek akkor, hogy valaki jót akar nekem, és imádkozik értem. Nem egyszer hallottam itt is, akár ételakciónál, akár ruhaosztásnál, Péter is imádkozott másokért, mások is, és ez volt nekik egy lépés az Isten felé. Még ez nem azt jelentette, hogy megismerték az Urat, de valamit megtapasztaltak bennük, hogy él az Isten. És valaki úgy használja az imádságot is, mint amit ő eddig nem tapasztalt, nem élt meg. Úgy, mint aki valamit átélt az élő Istenből. Ez is egy megszólíthatóvá tesz téged, hogy miért így van az életünkben. És akkor utoljára még egy téma, hogy eljött az órája Jézusnak, ha visszaugrunk a János Evangélium 12. részére, a 27. verset nézzük meg. Azt mondja Jézus, hogy megrendült a lelkem, ez az elején említett ebben a kettőségben, hogy eljött az óra. Ugye az emberi sikerek most éppen mutatták ezt, de nem azt, hogy király lesz belőle, hanem azt, hogy a szolga király, vagyis aki meg fog halni. De ő ebből látta egyértelműen az Isten útjainak az idejét is. Uram, atyám, ments meg ettől az órától engem? Mármint attól, hogy a keresztet kelljen vállalni, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem, vagyis eljött ez az idő, amit te mutattál, te adtál elém, hogy hogyan tudhatom, hogy mikor jön az megfelelő idő? Honnan tudhatom, hogy mikor minek van itt az ideje az életemben, akár csak a saját életemnek, hol van a vége? Hála az Istennek, hogy ezt nem helyezte a mi tudomásunkra. Vannak olyan idők, amiket Isten nem ad ki a számunkra. Tanítványainak is egyszer ezt Jézus mondja, még a feltámadás után, az abcsel egy hetet nézzük meg, hogy amikor az övéi kérdezik Jézust, így válaszolt neki, nem a ti dolgotok olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Egyrészt ilyen szerintem a saját életünknek is az ideje. Legtöbbször Isten nem mondja meg, habár sokszor van az, hogy embereket fölkészít az eltávozásra. Sokakkal láttam, hallottam, átéltem velük együtt, hogy az Isten fölkészítette őket, de nem mindig.
Tehát ez nem automatikus, nincs ígéret arra, hogy az Úr az övéit biztos, hogy fölkészíti arra, hogy mikor hagyják el a testüket. Nem feltétlenül így van ez. Tehát azt mondja, hogy ez ne nyugtalanítson bennünket, hogy nem fogunk tudni minden időről és alkalom. Pedig tudom, hogy nagyon szeretnénk, tanítványok is nagyon szerették volna ezeket tudni, de Jézus egyértelműsít, hogy nem minden olyan dolog, amit az Isten pontosan előre fog jelezni. És nem szabad, hogy ez nyugtalanítson bennünket. Addig, amíg rámerem bízni magamat az Atyára, hogy a legjobbat akarja, akkor ennek kell, hogy a békességet, és így a Szentlélek által a békesség tényleg megtaláljon, és megnyugodjak abban, hogy az Isten jól tudja. Egyébként nincs más biztonságom, mert akkor állandóan azt mondja, hogy biztos, hogy nem tévesztett el az Isten az időpontokat, meg a dolgokat, amit kellett volna. Mert én lehet, hogy jobban tudom nála. Sokszor érezhetjük így, mert mi csak a kis életünket látjuk, ő meg az egész képet. Tehát van idő, ami nem nekünk adott. De aztán beszél olyanról, hogy kell látnunk az időknek bizonyos jeleit, még ha nem is a pontos időpontot. A Márk 13:28-29-ből mondjuk nézzük ezt meg. Tanuljátok a fügefa példájában, amikor már zsendül az ága, levelet hajt, tudjátok, közel van a nyár, vagyis amikor tavasz van, virágoznak, akkor tudjuk, hogy nyár következik. Tehát, hogy ez egyértelmű. Azt mondja, hogy ti is, amikor meglátjátok, hogy ezek történnek, amikről előtte beszél, tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Vagyis, igenis, az Isten gyermekeinek fontos az, hogy lássák azt, hogy mi történik a világban körülöttünk, és ebből tényleg tudjuk, és lássuk is azt, hogy feladatunk van. De Jézus szinte minden tanításában arról beszél, hogy az, hogy tudom, hogy közel van, valami elkövetkezhet az életemben, még ha pontosan nem is tudom az idejét, akkor egy dologra kell még inkább sarkalnia, hogy abban a feladatban, abban a munkában legyek benne, amire Isten elhívott. Jézus közel volt az élete végéhez. Abban azért imádkozott az előbb, amit néztünk, hogy azt tudja vállalni, be tudja tölteni, amivel az Atya megbízta. Még akkor is, hogyha ez szenvedéssel és nehézségekkel együtt jár. Tehát, hogy azt az időre felkészültek legyünk, ilyen a 10 szűz példázata, hogy készen lenni arra az időre. Nem tudjuk, hogy pont mikor. Nagyon sokszor beszél ilyen példázatokkal Jézus, amikor pont arról van szó, hogy a pontos időpontot nem tudunk, de a felkészülés, a készenlét rendkívül fontos. És a készenlét nem egy várakozás, hogy most mikor több ember, hanem munkában állás, olyan, hogy a feladatomat végzem el, és akkor mindegy, idézőjelben, hogy mikor történik meg időben, és nem ahhoz igazítom azt, hogy engedelmeskedek-e az Istennek. És akkor egy utolsó, igen, Lukács 12:12, mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell, ez főleg még visszautalva a bizonságtételre is, hogy megszólítható legyek, hogy nem attól kell félnem, hogy eléggé okos vagyok-e, eléggé jól beszélek-e, mert ha tényleg a Szentlélek számomra és az ő vezetése, Isten vezetése fontos, akkor fog használni, ha csak egy-két szót is. Nem az én tudásomtól vagy az emberi képességeimtől függ. Miért pont Mózest választotta ki Isten, aki úgy tűnik, hogy nem a legjobb volt a beszédbe? Magáról is tudta ezt pontosan Mózes. És amikor ezt kifogásolja, akkor Isten azt mondja, jó, akkor ott lesz Áron, és melléd állítom, és majd ő fog beszélni. De mégis Mózesnek kellett a legtöbbet vállalni ebben a beszédben. Nem mindig az emberileg legjobban áldottakat választja ki azokra a helyzetekre, ami van, mert talán pont ezen által mutatja meg, hogy az ő ereje kell ehhez. Az ő jelenléte és szentsége, a Szentléleknek a vezetése, mert néha egy-két Szentlélek által mondott szó tényleg sokkal, de sokkal többet ér, mint bármilyen emberi bölcsesség, sőt, ég és föld a kettő között a különbség és a hatás is, és a Szentlélek pedig nem válogatott abba, hogy neked, nekem jár, neked meg nem jár, hanem azt mondja, hogy kitöltötte az Úr az őt szeretőkre, ezért jött el Jézus Krisztus, és ezért lehetünk részei
az ő testének, mert a Szentlélek ott munkálkodik bennünk, és igenis kell egyre jobban tanulnunk azt, hogy hogyan legyünk megszólíthatóvá mások számára. Először az Isten számára engedelmesek, már emberek számára megszólíthatóvá, kérdezhetővé, és tényleg úgymond emberévé lenni azoknak, hogy eljussanak Jézus Krisztushoz, és közben pedig ne essünk sohasem az emberi vélemények csapdájába. Itt most abba a tekintetben, hogy az Isten dicsősége és az Isten akarata helyett itt csapdában. Jézus ebben utat mutatott számomra, számunkra, és most pedig lehetőségünk van ebben a nagyon nehéz időszakban, amit talán az emberi életünknek, amit eddig átéltünk, nekünk a legnehezebb, hiszen a szüleink közül, vagy inkább a nagyszüleink közül többen átéltek háborús helyzetet, vagy ha nem mást, akkor a forradalmat, tehát átéltek nagyon nehéz napokat. Nekünk talán ez a legnehezebb időszak a kis életünkben eddig, amikor be kell zárkózni, félelembe kell élni, vagy legalábbis azt szeretnék. De Isten ugyanúgy, mint ahogy ennél sokkal nagyobb nehézségekben is velünk volt, hogy az ő országa, amely most még nyitva van, abban tényleg egyre inkább és egyre áldottabban tudjunk dolgozni. Amen. Amen. Hát az elején mondtam, reménykedek abban, hogy minél hamarabb majd felszabadítanak, felszabadulunk, és tényleg egyre bátrabban jöhetünk össze is, habár itt szeretnénk azt, hogy ebben az időszakban sem szűnjön meg annak a lehetősége, hogy közösséget gyakoroljunk, akár a kis csoportokban is, vagy akár ima alkalmakon is. Az istentiszteleteket online módon így közvetítjük, és szeretnénk azt is, hogy közben az otthonainkban, a munkánkban, mert azért azt végezzük, az Isten országa működjön. Hiszen a gyülekezet nem ez, amit itt látunk körülünk, hanem az egy élő dolog, az mi magunk vagyunk, a családjainkban és a környezetünkben. Említettem az elején, hogy még sajnos nem tudjuk, hogy Laci bácsinak mikor lesz a búcsúztatása, a temetése, az már biztos, hogy itt lesz a szigetszentmiklósi temetőben majd, hamvasztják, és így fogjuk elbúcsúztatni, de ennek az idejét még sajnos a család sem tudja, ahogy majd erről tudomásunk lesz, akkor majd szólunk róla. Legközelebb majd vasárnap, 10 órakor lesz istentiszteletünk, és rá majd egy hétre már a virágvasárnap ünnepét köszönhetjük. Most szeretnék imádkozni még így a bibliaóránknak a legvégén, áldást kérni ránk az életünkre, a gyógyulásokra. Így imádkozzunk. Mennyei Atyánk, most téged hívunk segítségül, hogy a te igéd vezetheti az életünket, úgy most is tölts el bennünket. Annyi kérdésünk van, és sokszor annyi bánatunk is, és te ezt pontosan tudod, hiszen ismered a szenvedéseinket, a nehézségeinket, a betegségeinket, a gyötrődéseinket, minden világos előtted. Szeretnénk egyre inkább bátran bízni benned. És Uram, add, hogy a te véleményed, a te akaratod, a te terveid tényleg fontosabbak legyenek minden emberi vélemény, a sajátunknál is. Tudjuk, hogy ehhez szükségünk van, hogy egyre jobban hallgassunk és figyeljünk a Szentlélek vezetésére. Kérlek, segíts ebbe. Légy, Uram, a Banis családdal és a gyászolókkal. Légy, Uram, a többi testvéreinkkel, akik a betegségből jönnek, küszködnek vagy épülnek föl. A te kegyelmen és szeretetet kísérje őket, és az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Az Úr közel. Isten áldjon meg mindenkit, és szép estét.